Júliustól nem járhat egyszerre nyugdíj és fizetés a közszférában, erről tegnap döntött a parlament. Mi lesz ennek a hatása az érintett idősekre, illetve azokra a nagy ellátórendszerekre, mint például az egészségügy, ahol sokan dolgoztak eddig nyugdíj mellett, és nem csak azért, mert abból nem tudnának megélni, hanem azért is, mert égető szükség volt a munkájukra. Simonovics András nyugdíjszakértőt kérdezem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit lehet eddig kalkulálni, milyen hatása lesz ennek az új rendelkezésnek? Mondjuk például az egészségügyre, illetve azokra, akiket érint. Hát szeretném jelezni, hogy ez egy nem egyértelmű kérdés nekem, én is látom a döntésnek a pozitív meg a negatív oldalát. Vegyük a pozitív oldalt, amit a kormány hangsúlyoz. Mindenki le fog mondani a nyugdíjáról, mert tovább akar dolgozni, és akkor 30 milliárd forintot meg lehet takarítani. De biztos, hogy mindenki le fog mondani a nyugdíjat? Tehát vannak erre számítások, hogy azok, akik ebben érintettek, mondjuk azok, igen, akik az egészségügyben dolgoznak, azok a nyugdíjukkal járnak jobban, vagy a munkabérükkel járnak jobban? Semmilyen számítás nincs, hát abban az országban, ahol a miniszterelnök 3 nap alatt gyökeresen átrendezi a felsőoktatást, ott semmilyen számításra nincs szükség. Nincs számítás. Na most azt mondanám, hogy személyes ismerettségem, hát én az egyetemi szférában dolgozom, ahol nagyon gyakori, hogy valaki 65 vagy 70 éves korában megy nyugdíjban, ott a nyugdíj az lehet nagyobb, mint a nettó fizetés. Ebben az esetben, aki ilyen helyzetbe kerül, az nyilván azt fogja választani, hogy akkor inkább otthon pihen, igen, több pénzén. Nyilván az egészségügyben másképp is felvetődhet a probléma, mert hogy vannak olyanok, akik mondjuk hálapénzt is kaphatnak a pozíciójukból kifolyólag, és akkor is megéri dolgozni, hogyha egyébként papíron a nyugdíjuk több lenne. De az is igaz, hogy ezek mondjuk az orvosok akár elmehetnek a magánszférába, egy magánpraxist is nyithatnak, és akkor az új szabályozás értelmében is megtarthatják a nyugdíjukat is. Igen, ez is fölmerül, hogy alkotmányosan milyen alapon teszünk különbséget a magánszféra és a közületi szféra között. Persze azt nem lehet, a magánszférának jelenleg még nem parancsolhat a kormány, tehát nem mondhatja azt, hogy nem foglalkoztathat valaki nyugdíj mellett embereket. Vannak ilyen sajtóértesülések egyébként, hogy jövőre ez is tervbe van véve, hogy pont azért, hogy ne legyen diszkriminatív az intézkedés, a magánszférára is kiterjesszék. Az is igaz, hogy a kormány ezt egyébként sietett cáfolni. Megtehetnék? Hát én nem vagyok jogász. Azt gondolnám más országokban, amit látok, hogy mi van, hogy van, hogy vissza kéne állítani azt, hogy van egy minimális kor, mondjuk 60 év, van a általános kor 62 év, van a maximális kor 65 vagy 70 év foglalkozástól függően, és más szabályt alkalmazni ebben, mint abban. Tehát Amerikában, az állami nyugdíjról beszélek, ott az a szabály, hogy a minimális korhatár elérése mellett valaki nyugdíjba mehet, és ha mellette dolgozik, akkor nyugdíja felét elvonják, ha nem nagyon alacsony a nyugdíja. Tehát itt is lehetne egy büntető nyugdíj, most tanácsot adok a kormánynak, majd haragudni fognak rám a barátaim, tehát lehetne valami büntető adót, hogy ne 20%, ne 16%-os legyen a jövedelem adója, hanem 30%, aki nyugdíjat is fölvett. Szóval valamit lehetne csinálni, de a közgazdaságtanban kevés igazság van, az az egy igazság, hogy ezek a 0-1 megoldások azok nem jók, hogy vagy munka, vagy nyugdíj, tehát egy rugalmasabb rendszer kéne. Azt is meg lehet kockáztatni, hogy az egészségügyben ez egy szándékos forráskivonás, minél kevesebb orvos lesz, annál kevesebb beteg lesz. Na de orvos hiány van, tehát ez majd fokozzuk az orvos hiányt, ezáltal kevesebb lesz az egészségügyi kiadás, legfeljebb többen élnek rossz egészség. De nem csak orvos hiány van, hanem ápolónő hiány is. Az ugyanaz, majd bemennek, majd a dolgozók a munkahelyük helyett bemennek, hogy megetessék a szüleiket, nagyszüleiket. Szóval ezt nem mondja komolyan, hogy ez a kormányzati szándék ön szerint. Az előbb azt mondta, hogy ön szerint az a szándék, hogy mindenki válassza inkább nem a munkát, és az ne az a optimista feltevés, amikor 30 milliárd forint kivonásról beszélnek, akkor ez a feltevés. De nem tudom elhesegetni azt sem, hogy amilyen cinikus forrás egészségügy kivonás volt az egészségügyben, hát ez
még rátenne arra. De miért lenne erre szükség, hiszen ennyi erővel a közszférában a kormány azt csinál, amit akar, megvannak rá a jogszabályok is egyébként, tehát elküldhetne mindenkit, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, nem kell ehhez a nyugdíjjogosultsággal játszani. Azt gondolom, hogy itt különböző érdekek vetélkednek a kormányzatban is egymással, hadd emlékeztessek arra, hogy nyáron, mikor ezt a rendszert először bejelentették, akkor rögtön elkezdett mozgolódni az egészségügyi szféra, akkor ősszel azt mondták, hogy ez az egészségügy és az oktatás fel lesz ez alól mentve, oktatás, felső oktatásról se beszéltünk, vagy természettudományi ágak, középiskolai oktatás, hát meg fog bénulni a fizika oktatás, a kémia oktatás. Tehát és majd különösen egyébként az ország bizonyos régióiban, ahol a legelmaradottabb, legszegényebb régiók, Észak-Magyarország. Szóval biztosan egy-két hónap válságos helyzet után majd finomítanak a rendszeren, hát ezt láttuk most a felsőoktatásban. Szerintem az, hogy ilyen időről időre változnak az elképzelések, ez azt mutatja, hogy nincs egy átfogó elképzelés. Egyébként ez szerint, a jelenlegi elképzelés szerint, aki tovább dolgozik és lemond a nyugdíjáról, az viszont szerez többletjogosultságot, és amikor később nyugdíjban megy, majd magasabb lesz a nyugdíja? Hát elvben már korábban is volt ilyen lehetőség, még a korhatár alatti nyugdíjazásnál, hogy évente 0,5% többletet szerzett, ami nevetséges. Szóval ez nincs jól kidolgozva, de ez a legkönnyebb, ez könnyű lenne kidolgozni, de hát a kormányzat az erre jelenlegi állapotába képtelen. Tehát itt rögtönzés van, lehet, hogy az IMF felé ez egy sasszézás, nem látom át, de mindenképpen komolytalan, hogy karácsony előtt egy héttel hoznak egy ilyen döntést. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm, hogy elmondhattam.